A következő előadó Olaszi Gábor szerzőtársaival, az előadás címe Hungarovox szövegbeszéd átalakító PDP 11/34-es számítógépen, MTA Nyelvtudományi Intézet 1980. És akkor engedjék meg, hogy Olaszi Gábort az előadót röviden bemutassam. 1943-ban született, villamosmérnök, fonetikus, a BME villamosmérnöki kar hírtechnikai szakán végzett 67-ben, a BME-n doktorált 85-ben, a nyelvtudomány kandidátusa 88-tól, MTA doktora 2003-tól és 2004-ben habilitált. Kutatási területei a beszéd akusztikai szerkezete, fonetikai modellezés, többnyelvű szövegbeszéd átalakító, beszédszintetizáló rendszerek tervezése, professzionális beszédkeltők tervezése, készítése, tesztelése. Egyik fejlesztője a Profivox magyar szövegfelolvasó szoftvernek, valamint számos beszédkutatási honlapnak. Tessék, parancsolj! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Zömmel sorstársak! 50 évet tekintünk át most ezen a délutánon, és próbálunk időrendi sorrendbe menni egy kicsit, és téma specifikusnak is lenni. Hogyha 41 évet visszalépünk, 1977-be gondoljuk magunkat, akkor a nemzetközi helyzet az úgy nézett ki, hogy egy-két helyen foglalkoztak ilyen beszédelőállítással, beszédkutatással. Itt látható, hogy főleg Amerikában és Svédországban, és hát, hogy Magyarországon ilyen dologgal még abszolút nem foglalkoztunk. A Nyelvtudományi Intézet fonetikai laboratóriumában jutott az osztályvezetőnek, Bolla Kálmánnak az eszébe az, hogy miután kint járt Gunnar Fant laboratóriumában, hogy be kellene szerezni egy olyan berendezést, amivel fonetikai alapú analízist gépi szintézissel tudnánk csinálni. Hát ez meg is történt 1977-ben. Itt az UV3 beszédszintetizátort vásároltuk meg. Gyuri említette, hogy ennek több változata volt. Hát mi a legutolsó változatot vettük meg. És ez a készülék, itt látjuk a képét, ezen 12 darab kétállású kapcsoló volt, ami tulajdonképpen a bitet jelentette, és ha felkapcsoltuk, akkor az egy egyes volt, ha lekapcsoltuk, akkor az a nullás állás volt. Ezzel a készülékkel csináltunk mi szintetizált magyar magánhangzókat kézi vezérléssel, és nagyon sok publikáció is született ezekről a varázslatos kutatásokról. Megjött az étvágyunk. Azt mondtuk, hogy hát ha már itt van ez a készülék, és ilyen jól lehet ezzel ilyen hangokat előállítani, akkor próbáljuk meg ezt géppel vezérelni, és itt jött az ötlet, hogy hát, hogyha már géppel vezéreljük, akkor lehet ebből egy beszélő gépet is csinálni. Itt látjuk a PDP 11-es gépet, ez egy szekrény nagyságú számítógép volt, 64 kilobajtos memóriával, két flopival, szóval a mai viszonyokhoz képest egy nagyon kis primitív eszköz volt. Maga a stáb, az voltam Niklici Péter, elektrotechnikus, Kis Gábor, 24 éves programozó matematikus, aki mindjárt fog beszélni, és jó magam. Ezt céloztuk meg. Fejest ugrottunk a tenger közepébe tulajdonképpen úszni tudás nélkül, mert senki nem tudott nekünk tanácsot adni abban, hogy ezt a dolgot hogy kell megoldani, csak a saját kreativitásunkra voltunk utalva. Mit csináltunk? Az alapvető kérdés az volt, hogy az időtengelyen hogy legyen a vezérlés. Ezt elkezdtünk hangspektrogramokat vizsgálgatni, kutatgatni, méregetni. Az volt a kérdés, honnan szedjük az adatokat, milyen adatokat szedjünk, hányat szedjünk, hányfélét szedjünk. Tehát egy csomó olyan kérdés volt, ami aztán a végén, két év múlva már a válasz megszületett, hiszen megszólalt a beszélőgép. És itt szólítom most Kis Gábor kollégámat, akinek átadom a mikrofont. Sok szeretettel köszöntöm én is Önöket. Őszintén szólva meghatódva és nosztalgiával állok itt Önök előtt. Amikor oda kerültem 79-ben a fonetikai laboratóriumban, az volt a feladatom, hogy azt az előbb látott 12 kapcsolót számítógéppel 5 millisekundumonként
újabb és újabb állásba állítsam. Ehhez kellett írni egy programot. Tulajdonképpen három programot készítettem a Nyelvtudományi Intézetben ezen a területen, Fortran nyelven. Az egyik egy nagy kezelőrendszer volt, amely lehetővé tette, hogy a fonetikus, a beszéd előállító ezt a 12 kapcsolót paraméterekkel lássa el. Itt lehet látni az alsó sorokban ennek a úgynevezett imbere beszéltető rendszernek néhány sorát. A másik, ezzel tulajdonképpen azokat az adatokat kereste meg és kísérletezte ki Olaszi Gábor és Bola Kálmán, amikkel aztán, amikre alapozva létrejött egy felolvasó, vagy pedig egy text-to-speech rendszer. A fejlesztő rendszernek itt a sematikus ábrája, természetesen középen a számítógép, szintetizátor, szintetizáló személy, és a szintetizáló hangsor, mint bemenet, amelyet különböző mérő műszerekkel analizáltunk. Az imbere keretrendszeren kívül létre kellett hoznom és meg kellett írnom egy magyarul beszélő számítógéprendszernek a programját és egy oroszul beszélő számítógéprendszernek a programját. Az orosz számítógéprendszert bemutattuk Magyarország felszabadulásának 40. évfordulóján Moszkvában egy hónapig, ahol nagy sikert arattunk, és többek között politikusok mellett Farkas Bertalan űrhajós társa Kubaszov is meglátogatta, és érdekes módon 12 éves fiát kézzel vezette, és azt mondta, na ezt nézd meg, mondta folyamatosan az oroszul beszélő számítógépünkre. Annyit elmondanék a tapasztalataimról, hogy és ez a fonetikai adatok bizonyítják, hogy a magyar beszédben minden egyes magánhangzónak a közepe az egy stabil, viszonylag standard, viszonylag állandó paraméter sor tartalmaz. Az oroszban nincs ilyen. Tehát a magyar, ha nagyon durva szeretnék lenni, akkor úgy néz ki, mint egy lépcsőzetes valami. Az orosz meg, mint egy hullámvonal. És itt egy példa arra, hogy milyen méréseket végeztünk. Itt Sánta Ferenc egyik novellájának, Te öreg, láttál valakit, mondata kerül be a dallamíró gépbe, és utána ezt a dallamot ültetjük rá a gépre. A gépen a megszólaló hangsorra. Látható, hogy ezek a kézi firkák, ezek azt mutatják, hogy hát valóban itt egyedi, egyszeri volt a vizsgálat. Vissza is adom a szót Olaszi Gábor kollégámnak, még felmutatom ezt a flopit. Meglepő, én amikor tegnap előhúztam, magam is meglepődtem, hogy milyen nagy, tudtam, hogy nagyobb, mint a mostaniak, de nem számítottam erre. Nem tudom, 125 kilobájt, vagy valami ilyesmi volt. Tehát az eredménye az volt ennek a hősi korszaknak, hogy megoldottuk a feladatot. 80-ban már beszélt a gép. Ugye 370 hangszeletet határoztunk meg, és az ki szövegbemenet alapján bármilyen szöveget, beszédét tudtunk állítani. Ezzel tulajdonképpen a folyamatos magyar beszéd akusztikai szerkezetét tártuk fel. Megépítettük a Vox 12 beszédszintetizátort. Ez a beszédszintetizátor és maga az a program, amit Kis Gábor említett, képezte a Hungarovox rendszer egészét. Itt látható ez a blokkséma, hogy is nézett ki ez a rendszer. Ugye itt bement a hangsor, utána itt volt az 370 akusztikai építőkocka, bizonyos szabályrendszer, és itt a Vox 12, és már is megszólalt a hang. Ezekről a kutatásokról 85-ben és 89-ben két könyv is megjelent. Tehát elég hamar követtük könyvekben a Gordos Takács megjelenését, hiszen csak két év telt el a 83-as megjelenés óta.
szolgálati szabadalom lett belőle. Olaszi Gábor, Kis Gábor, Nikléci Péter, aki itt ül a soraink között szintén, és 82-ben beadtuk, 82-ben meg is kaptuk rá a szabadalmat, és a Budapesti Elektroakusztikai Gyár később meg is vásárolta ezt a szabadalmat. A Budapesti Nemzetközi Vásáron 83-ban mutattuk be. Hát itt egy képet láthatnak abból az időből, pontosan a bemutatóból, és egy héten át beszélt ez a kis gép. Játszani is lehetett vele. Hallgassunk meg egy rövid részletet, hogy hogy köszöntötte ott a hallgatókat. Tisztelt látogató, a beszélőgépek haja, igen, szeretettel köszöntöm a Magyar Tudományos Akadémia pavilonjában. Nagy sajtó visszhangja volt ennek a bemutatónak. Ugye újságok, újságírók ostromoltak bennünket. Itt egy párat bemutatok, a kiállításon is lehet egy párat látni, hogyha a szünetbe kíváncsiak rá, nézzék meg. Itt egy másik, itt Kis Gábort látjuk a beszélő számítógéppel, akkor itt Nikléci Pétert látjuk a beszélő számítógéppel. Tehát a sajtó visszhang az határozottan nagy volt. Na most lépjünk egy kicsit túl ezen a Hungarovox technológián. Ugye a Kis Gábor említette, hogy volt egy interaktív beszédszintetizáló rendszer, az az úgynevezett fejlesztői rendszere, ami megelőzte ezt az egész eredményt, és ezzel a fejlesztői rendszerrel csináltunk mi egy olyan eljárást, egy beszédhallásvizsgáló eljárást, ami teljesen új, mind a mai napig a világban szabadalmaztatott, és ez egy ilyen leszármazottja ennek a kutatásnak. Na most az az érdekes ebben a képben, amit itt önök látnak, hogy 1982-es technológia működik egy 2018-ban is használt beszédhallást vizsgáló eszközben. Ez az eszköz itt megtekinthető, ha valaki akarja, akkor használni is lehet. Köszönöm a figyelmet!